Megszűnt Simonka György védettsége azzal, hogy a parlamenti képviselők ellenszavazat nélkül döntöttek a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Simonkát ugyanis csak akkor tudja kihallgatni gyanúsítottként a központi nyomozó főügyiség, ha nem védi a mentelmi jog. Korábban Polt Péter legfőbb ügyész kérte a politikus kiadatását. A legfőbb ügyészség ugyanis költségvetési csalás bűncselekményével akarja meggyanúsítani. Az eddigi adatok szerint Simonka György 1 milliárd 400 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek azzal, hogy zöldséggyümölcs szövetkezeteken keresztül uniós és hazai támogatásokat szerezhetett meg jogtalanul. Az ügyészség szerint a felülárazott támogatások 45%-át kérte vissza a vállalkozásoktól Simonka György. Hadházi Ákos eközben arról írt a hétfői Facebook posztjában, Simonka a legutolsó időkig részt vehetett a vidékfejlesztési líder források elosztásában, amelyből családtagjai, üzlettársai is részesültek. Jó reggelt kívánok tehát! Reggelt kívánok! Mit szól az, hogy, hogy a mentelmi jogát megfosztották Simonka Györgyöt a mentelmi jogától, hiszen ön nagyon sokat küzdött ebben a témában, és meg általában véve is a korrupció ellen, mennyire tekinthető ez mondjuk úgy sikernek? Hát kaptam ilyen üzeneteket, és ki is írtam, hogy némi elégtételt azért érzek, mert például Simonka György is perelni próbált engem, hogy én elmondtam ezeket az ügyeket, és ezek szerint ezek igazak voltak, ezek az ügyek. Ugye nem tudjuk, tehát, hogy még nem lett belőle vádolt, annyi történt, hogy kihallgatták. Még ugye úgy fogalmazott a tegnap a mentelmi bizottságnak az elnöke, hogy a főügyész szerint is alaposak a vádak, úgyhogy ezt tudjuk egyelőre mondani. Volt, aki gratulált, én őnek azt visszaírtam, hogy majd akkor gratuláljon, hogyha börtönben lesz Simonka György. A Simonka Györgynek én szerintem már régen-régen börtönben kell lennie, és azért, amit itt nagyon fontosnak tartok elmondani, ez az ügy, ez nagyon jól illusztrálja, hogy miért kell Európai Uniós ügyészség. Éppen, hogy nem azt illusztrálja, hogy a magyar ügyészség dolgozik, ugyanis ezek a tények, amiket itt én tulajdonképpen évek óta én is és mások is újságok is sorolnak Simonka Györgyről, ezek nyilvánvalóan az ügyész számára már egyértelműek voltak, és nem azt csinálta, hogy már évekkel ezelőtt kikérte a mentelmi jogot, és adott esetben, ahogy el kellett volna járnia, lefogja, előzetes letartóztatásba teszi Simonka Györgyöt, hanem engedte azt, hogy eltüntessen nyomokat, sőt, és itt a bejátszásban is láttuk, a napokban kaptam ezt az információt, hogy még az utolsó hetekben is osztogathatott Európai Uniós pénzeket unokatestvérének, cégtársainak, üzlettársainak. Most ő még döntött mondjuk 3 héttel ezelőtt uniós pénzekkel osztására? Azt tudom mondani, hogy van egy nagyon szép nevű akciócsoport, Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület ott Délbékésben, akinek joga van ezeket az úgynevezett líder pénzeket, ezek a vidékfejlesztési, kis településfejlesztési pénzek elosztani. És ez az egyesület, ez egy megyesbodzási címre volt bejelentve, ott volt neki a telephelye, az irodája. Ez a cím, ez Simonka Györgynek volt a tulajdonában, utána pedig annak a Magyar Termésszövetkezetnek volt a tulajdonában, amelyik ügyében most nyomoznak. Innen 3 hete költözöttem, mert hát azért látták, hogy mégiscsak már azért ez durva dolog, és átment Medgyesegyházára ez a egyesület, de ez az egyesület, ez néhány hónappal ezelőtt még egyszer mondom, Simonka György unokatestvérének és üzletfeleinek kiosztott, összesen 700 millió forintról döntöttek, de ugye ezeknek az embereknek ilyen többször 10 millió forintokat osztogattak. Tehát nyilvánvalóan megengedték Simonka Györgynek éveken keresztül, hogy még az újabb és újabb pénzekből is gyakorlatilag osztogassanak. Ez szerintem mindent elmond a magyar ügyészségről. Ön úgy fogalmazott, hogy pontosan ez az ügy mutatja azt, hogy szükség van arra, hogy csatlakozzunk az európai ügyészséghez. Ehhez képest ellenzéki politikusok egy része azt mondja, hogy pont idézőjelben azért engedték el Simonka Györgynek a kezét, hogy legyen egy ügy, amit fel lehet mutatni, hogy tessék, még fideszes politikusokkal szemben is megfelelően működik az ügyészség, márpedig, ha jó a mi saját ügyészségünk, akkor miért kellene az, hogy az európai ügyészséghez csatlakozunk? Tehát, mintha lenne benne egy ilyen idézőjelben kampányfogás, miközben büntető ügyek kapcsán nem szabadna ilyesmiről beszélnünk. Igen, ezt nem lehet tudni, vannak ilyen vélemények is, és tulajdonképpen bele lehet gondolni ezt is, hogy adott esetben az Európai Uniós ügyészségről szóló aláírásgyűjtés miatt mondták, hogy na jó, akkor menjen a Simonka, és akkor ezt lehessen mutatni. Én ezért is hangsúlyozom ki, hogy ennek ellenére
a Simonka ügye, az a ügyészségről számol be. Van egy másik történet is, ez pedig a Simonka György mellett ülő, korábbi ciklusban ott ült mellette, hárman ültek egymás mellette, Mennyi Roland ült mellette, illetve egy Varga Gábor nevű cecei polgármester. Ők egymás mellett ültek? Egymás Mennyi mellett, egymás mert mellett ültek. Mert ugye Mennyi Rolanddal szemben nézve az eljárás. Így van, egymás, és nagyon hasonló módszerekkel dolgoztak, és egyébként megint csak az ügyészségről ad ki bizonyítványt, hogy Varga Gábor, cecei korábbi polgármester képviselő körzetében ugyanazokkal a módszerekkel tűntek, de teljesen ugyanazokkal a közbeszerzésekkel, teljesen ugyanaz a három cég nyert egészségügyi szűrésre pályázatot, de ezeknek semmi közük nem volt az egészségügyi szűrésekhez. Ugyanaz a cég van benne, aki a Mennyi Roland ügyben a főszereplő volt. Ők gyakorlatilag azért jártak be a parlamentbe, hogy megoldják a dolgokat, és Varga Gábor ügyében már annak ellenére, hogy teljesen ugyanolyan, vagy Varga Gábor körzetének az ügyében, hogy teljesen ugyanolyan történetek voltak, ott már például nem nyomozott, ott megtagadta egészen nevetséges módon az ügyészség a nyomozásokat. Tehát ez a történet, ez éppen, hogy arról szól. Ez Mennyi Roland ellen ugye folyik az eljárás, most ott már Simonka György ellen is folyik, de a harmadik pénzzel. Ember ellen nem. A harmadik ember ellen nem, pedig ugyanazok a történetek vannak, én nagyon sokat mutattam ezekből be. Ott is egyébként nagyon családtagok nyertek egyik cége, vagy egyik alapítvány a pénzeket, és aztán a másik cég költi el. Teljesen ugyanaz a módszer, mert ez a Simonka módszernek a lényege, hogy a családtagok és a környezetének egyik cége megnyeri az Európai Uniós pénzt, és utána megbízza a családtagoknak vagy környezetnek a másik cégét. Ez egyébként mennyire bizonyítható, hogy ez a harmadik érintett fél is pontosan ugye ezt csinálta? Tehát ön alá tudja támasztani egyébként azt, hogy ugyanúgy bűncselekmény gyanús dolgok történtek? Persze. Tehát ezekről sokat bemutattam, voltak ilyen nyúltenyészeti telepek, ahol ugye egyetlen nyúl sincsen, egy részében soha nem is volt, a másikban pedig volt. Nagyon sok konkrét ügyet bemutattam erről, de ami a legdurvább, és amelyikben feljelentést is tettem, az pedig az, hogy három helyen gyakorlatilag ugyanolyan a Európai Uniós pályázatok a legszebb, ez a egészségügyi szűréseket, egészségügyi szűrésekre kaptak kistérségek pénzeket, ilyen 15-20 millió forintokat, és szóról szóra ugyanannyi pénzt, ugyanazt a három céget hívták meg, hogy majd csinálja meg a vérnyomásmérést, meg a szájüregi vizsgálatokat, ugyanúgy egyetlen egy orvosi cég sem volt benne, hanem ugyanaz a három budapesti cég, akik üzleti tanácsadással foglalkoztak, szóról szóra ezek tények, ezeket kívülről meg lehet nézni, tehát akkor, hogyha belegondolunk, hogy mi kapcsolat van mondjuk Puszta Otlaka a délbékési település, és onnan több száz kilométerre levő Lajos Komárom között, akkor gyakorlatilag csak azt látjuk, hogy az van, hogy egymás mellett ültek a parlamentben. Amikor ugye a miniszterelnököt ezzel szembesítettem, akkor azt mondta, hogy nem ültetheti szét a képviselőket. Hát nem szét kell őket ültetni, hanem le kell ültetni. Erre van a ügyészség, vagy erre lenne az ügyészség, erre lesz majd az Európai Uniós ügyészség. Ugye Európai Uniós ügyészség, hogyha jól emlékszem, talán tegnap reggeli adat, hogy 120 ezer környéken jár ez a leírás. Nem, az már, annál már sokkal jobbak vagyunk. Tehát ez nem tegnap reggeli adat, csak tegnap reggel jelent meg a cikk, aki kérdezte. Ugye mi legutóbb október 21-22-én csináltunk egy ilyen lekérdezést azokról, akik tudjuk, hogy gyűjtenek, azokat megkérdeztük, és akkor volt 120 ezer szám, tehát ez már ugye több mint egy hete történt, azóta ez nyilvánvalóan jóval több, és egyelőre most meg sem tudom satszolni, hogy mennyivel, mert annyira sokan kezdték el otthon gyűjteni, nagyon sok információ jön bent, tehát nem csak a nekünk beregisztrált önkéntesek gyűjtenek, hanem otthon olyan emberek, akiket eddig még nem találkoztunk, de majd akik most már majd kezdik hozni, tegnap az Örsvezér téren kint voltam, és gyakorlatilag egyetlen egy óra alatt nem csak az aláírók írtak alá, hanem hozták az íveket, egyetlen egy óra alatt 600 aláírás jött be, amikor volt, aki 300-at, volt, aki 30-at hozott be. Jó, mondjuk feltételezzük, hogy akár ez a 120 mondjuk lehet már 200 ezer. Ez könnyen lehet. De ön ugye, illetve a segítői 1 millió aláírás gyűjtés szeretnének, talán ha jól emlékszem, azt mondta, hogy évvégéig ez meg lehet. De ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban, és ugye ráadásul itt jönnek az ünnepek, még ötször ennyit kellene összeszedni, reálisnak tartja még mindig?
teljesen reálisnak tartom, ugye olyan ez, mint a lavina, tehát elindul egy kis hógolyó, aztán lesz belőle ugye egy nagy hólabda, és aztán ebből nagyon sok minden összejöhet. Ugye egyre többen gyűjtik, tényleg nagyon-nagyon sok olyan információt kapok, hogy nagyon sokan gyűjtik otthon a környezetükben. Én ugye úgy fogalmaztam, hogy ebben az évben szeretnénk ennek a nagy részét összeszedni, de legelején is mondtam, hogy értelme van az Európai Uniós választásokig ennek a gyűjtésnek. Utána már nem, mert akkor eljön az igazság pillanata, vagy megtörténik, hogy szétrúgják az Európai Uniót a populista pártok, ez most szerencsére nem valószínű. Ha ez viszont nem történik meg, akkor kőkeményen Magyarországnak oda kell állni az Európai Unió elé, és meg kell mondani, hogy lép vagy nem lép be az Európai Uniós ügyészségbe. Köszönöm, hogy itt vagy ma reggel, és elmondtam mindezt.